szimbólumok eredete mai részében. A dollárjel, a radioaktivitás jele, az LG, a Chevrolet és a Lamborghini logója. A dollárjel vagy pezójel a különböző dollár és pezó pénznemeket jelölő devizajel. Először az 1770-es évekből származó üzleti levelezésekben lelték fel, ahol a spanyol-amerikai pezóra utalt. Jó eséllyel a pezó rövidítésére használt PS-ből alakult ki. Az S betűt egyre inkább a P fölé írták, míg végül a két betű egymásba olvadt. Egy alternatív elképzelés szerint a US rövidítésből alakult ki, szintén a két betű egymásba ékelődésével. A radioaktív sugárzás jele 1946-ban a Kaliforniai Egyetemen született meg, amikor a tudósok egy olyan jelzést kerestek, ami elriasztja az illetékteleneket. Maga a jel egy atomot és a belőle kijövő sugárzás szimbolizálja. Az első terveket Nels Garden készítette el, és eredetileg kék alapon magenta színű volt. Azért döntött a kék háttérnél, mert más jelzéseknél ezt a színt nemigen használták, így az ő jelét még jobban meg lehetett különböztetni. Ezt azonban sokan kifogásolták, mivel gyengébb fényviszonyok között nehezen volt látható. 1948-ban az Oak Ridge laboratóriumban továbbfejlesztették a jelzést, és a kék hátteret citromsárgára cserélték. Az Egyesült Államokban a mai napig használják ezt a változatot, a világ többi részén azonban egy harmadik verzió terjedt el, amin a magenta színű jelet feketére cserélték. Az LG egy dél-koreai vállalat, amely főként elektronikai cikkeket gyárt. Sokan úgy hiszik, hogy a nevében lévő két betű a cég jelmondatának rövidítése, ez azonban nem így van. 1947-ben megalapult a Lucky vegyipari vállalat, ami kezdetben higiéniai termékekkel és műanyaggyártással foglalkozott. 1958-ban létrejött a Goldstar vállalat, amely először rádiókat, majd más elektronikai eszközöket gyártott. A két cég összeolvadt és létrejött a Lucky Goldstar, amiből 1995-ben kialakult az LG rövidítés. A vállalat emblémájában felfedezhető az L és a G betű is, azonban egyúttal egy mosolygó emberi arcot is ábrázol. A piros szín pedig a tervezők szerint a barátságot szimbolizálja, ezzel jelezve, hogy a cég minél közelebb akar kerülni a vásárlóihoz, és a lehető legjobbat próbálja nyújtani nekik. Sokan a klasszikus videójátékból, a Pac-Manből ismert sárga fejet is felfedezik benne, de ez valószínűleg már csak a véletlen műve. Louis Chevrolet 1911-ben alapította meg amerikai székhelyi autógyárát William Derent segítségével. A márka logójában felfedezhető aranyszínű csokornyakkendő eredete viszont elég homályos. A legenda szerint Derent ötlete volt, és egy francia szálloda tapétáján pillantotta meg először ezt a formát. Egy másik teória szerint csak lemásolta egy szénvállalat Colette Fantasia nevű brikettjének emblémáját, amivel egy újságban találkozott. Az is lehetséges, hogy Louis Chevrolet hazájának, Svájcnak a zászlaja ihlette. A legenda szerint Ferruccio Lamborghini miután traktorgyárából meggazdagodott, több sportautót is kipróbált, köztük Ferrarikat is. Azonban egyikkel sem volt maradéktalanul megelégedve, és ezt szóvá is tette Enzo Ferrarinál, aki állítólag csak annyit mondott neki, hogy csinálja a jó sportautót. Lamborghini így is tett, és 1963-ban megalapította autógyárát. A 60-as évek elején meglátogatta a sevillai Miura rancsot, ahol viadali bikák tenyésztésével foglalkoztak. A Lamborghinit legyőgözték ezek az állatok, és végül a bikát választott a cége emblémájának, másrészt a bika volt a csillagjegye is. Később több autót is ilyen bikákról, bikafajtákról vagy a viadalokhoz kapcsolódó kifejezések után nevezett el, és ezt a szokást azóta is megtartották. Például a 2001-ben bemutatott Murciélago is egy legendás Miura bikáról kapta a nevét, aki 1879-ben 24 karszúrást élt túl, és ezzel az erő egyik szimbólumává vált. Szeretem a teknőst!